Péntek este átjön hozzád két barátod. A szüleid nincsenek otthon, ezért sörözéssel dobjátok fel a hangulatot. Úgy döntötök, hogy megnéztek valamilyen C-kategóriás horrorfilmet. Piálás közben jól elszórakoztok a gagyi történeten, de azért egy kicsit be is paráztok tőle. A film végén úgy döntötök, hogy jó buli lenne kipróbálni egy szellemidézést. Egyikőtök sem ért hozzá, de csak egy komolytalan hülyeségnek gondoljátok az egészet. Tudod, hogy valahol a pincében van egy régi víja, az a szellemtáblátok. Fogalmat sincs, hogy annó hogyan került hozzátok. De abban biztos vagy, hogy sohasem használtátok. Megkeresed az alaksorban, leporolod, leteszed az étkező asztalra, körbeülitek, ráteszitek a kezeteket a táblához tartozó mutatóra, a plansetre, és elkezditek a szeánszot. Részegek vagytok, végig röhögtök. Biztosak vagytok benne, hogy úgysem fog történni semmi sem. Sokáig tényleg így is van, pedig folyamatosan kérdezgetitek, hogy van-e itt valamilyen szellem. Aztán egyszer csak megmozdul a mutató az igen szó felé. Hirtelen megijedtek, de aztán biztosak vagytok benne, hogy valaki közületek mozgatta a plansetet. Röhögve próbáljátok kideríteni, hogy ki volt az. Hirtelen úgy érzed, hogy lehűl a szoba levegője. Talán valahol kinyílt az ablak. Elkezditek kérdezgetni a szellemet, hogy ki ő, de ekkor megszólal a telefonod. Látod, hogy a szüleid azok. Felveszed, mert talán azért hívnak, hogy még ma este hazajönnek. És igazad is lett. Csak azért szólnak, hogy egy nappal korábban hazajönnek a szállodából, és körülbelül egy óra múlva érkeznek. Megriadtok, mert addig gyorsan össze kell pakolnatok, a többieknek haza kell menniük, neked pedig ki kell józanodnod. Nem foglalkoztok többet a szellemtáblával és a megjelent entitással. Nem köszöntök el tőle, nem kéritek meg, hogy távozzon. Fogalmatok sincs, hogy ez mekkora hiba. Éjjel rémálmod van. Felriadva nem emlékszel pontosan, hogy mit is álmodtál, de még mindig rettegsz. Leizzadva próbálsz visszaaludni. Másnap reggel úgy gondolod, hogy az alkohol és a gagyi, de azért félelmetes horrorfilm hatására voltál nyugtalan éjszaka. Amikor azonban csetelsz a többiekkel, rájössz, hogy nem csak neked volt pokoli éjszakád. A másik két barátod is rettenetes rémálmokról számol be. Aztán este kapod a hírt, az egyikőjük rosszul lett, kórházba szállították, és most kómában van. Senki sem tudja, hogy mi a baja. Éjjel ismét rémálom gyötör, és amikor felriadsz, egy ányat látsz az ágyad lábánál, ami szinte azonnal eltűnik. Pokoli rossz érzésed van. Vasárnap jön az újabb rettenet, a másik barátod, aki nálad volt péntek este, öngyilkos lett. Felakasztotta magát. Le vagy döbbenve, és már kezdett sejteni, hogy ezek a rémségek összefüggésben lehetnek a szellemidézéssel. Utána olvasol, és mindenhol azt írják, hogy nagyon fontos elköszönni a megidézett szellemtől, majd elküldeni, különben ott marad. Talán ez a szellemidézésen megjelent valami felelős a rémálmokért és a két barátoddal történt szörnyűségekért. Eldöntöd, hogy holnap segítséget kérsz, mert érzed, hogy ezzel te egyedül képtelen vagy megbirkózni. Amikor rettegve elalszol, még nem sejted, hogy a másnapi segítség már késő. Éjjel arra riadsz fel, hogy az árny megint ott van az ágyad végénél, most azonban nem tűnik el. Egyre közeledik hozzád. Így még életedben nem féltél. Biztos vagy benne, hogy ezt a gonosz entitást idéztétek meg péntek este. Érzed, hogy ártani akar neked. A lelkedért jött. De te képtelen vagy bármit is csinálni ellene. Az árny a testedbe bújik. Beleköltözik, átveszi felette az irányítást. Téged pedig kilök onnan. A sötétség felé. Mielőtt elnyelne az örök sötétség, utoljára még visszanézel a testedre, ami már nem a tiéd, hanem a gonoszé. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, nézd meg a többi hasonló videómat is, és iratkozz fel a csatornámra.